Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Székely Konyha magazint látják. A Royal vendéglőben vagyunk, Csíkszeredában, és Kánya Katalin szakácsnővel fogunk egy menüsort elkészíteni. Mit fogunk készíteni ma? Pacalcsorba lesz sült borda, sült csirkeszárny, csipszpityókával, desszertnek pedig papanás. Ez a papanás, ez micsoda? Tehintúrós funk tulajdonképpen helyesen. Tehát elsőként az én kedvencemmel kezdjük, a pacallevessel. Mi jár bele? Tehát, ha valaki otthon meg szeretné főzni, ez nagyon nehéz különben? Nem nehéz. Tehát a lényeg az alapanyagok, ugye van a pacal, ami aztán az nagyon kényes dolog, ínyes dolog. Természetesen nagy darabban van, az külön megfőzzük. Ecetes sós vízbe kifőzzük, kétszer-háromszor kimossuk, szódaporos vízzel minden. Ahhoz, szódaporos vízzel, hogy igen, az, igen, azért, hogy az is, és tisztulással. És akkor utána csinálunk egy alaplevet, persze, természetesen murok kell, reszelt murok, megdíszteljük, kellnek hozzá tejfő, fokhagyma, ízlés szerint. Egy pillanat, megdíszteljük a reszelt murkot. Igen, és a pacalt felvágjuk csíkokra, mikor ugye lemossuk, kihűlt, mert hát forró nem lehet, felszeletelni, fölvágjuk, felszeleteljük, tehát persze látszik, hogy ízlések szerint, na, mert azért az ember nem nagy darab, kikocka, így van. És az, amit felvágtuk, akkor oda tegyük főni. A csipőssel, természetesen. Aki erőlevessel, az a lényeg a pacallevesnek, ugye az alapanyagja az erőleves, mert az adja meg az ízét, tehát a ilyen velős csontok. Tehát az, az lesz a jó. Az a lényeg, hogy a pacalleveshez kell egy alaplevet főzni, ami csontléből készül, és akkor abba fogjuk majd megfőzni azt a pacalt, amit már megtisztítottunk. Így van. Értem. Jó. Igen. Tehát, Katika, akkor hol tartunk most? A dísztelt murok, a tisztított pacal, az erőleves belekerült. A fővése már megvan, majdnem megvan készülve. Most tesszük hozzá az alapanyagokat, a csipőst, tehát ízlés szerint, és most habarjuk be aztán. Jó, egy pillanat. Azért azt megkérdezném, hogy körülbelül hány órát kell tisztítottan főzni a pacalt? Jó, nagyon sokat. Kell vagy 5 órát, biztos. 5 órát? 5 órát, a nyers pacal 5 óra kell ahhoz, hogy puhára megfőjünk. És utána ugye felvágódik, utána kerül csak külön levesnek. És a levessel együtt még? Levessel nem. Levessel az a, nem. Az csak 20 perc. Nem. Csak 20 perc a folyamat. Jó. És van a tisztított pacalok, miért nem azt használjuk? Nincsen olyan finom íze, mint a rendes pacalnak. Az egy érdekes olyan, mint egy műíze van, tehát abszolút nem érződik az a házias íze rajta. Tehát meg lehet próbálni is. Az, hogy van egy olyan, hogy nagyon-nagyon szép, fehér, hófehér, de ízre nem olyan. Nem olyan, mint ezek az igazi pacalnak az íze. És van benne egy olyan, mint a csülökbe, egy olyan érdekes íz, olyan kocsonyás. Igen. Mesterséges anyag. Jó. Igen. Segítek, most, hogyha igen, most gondolja. Kerül bele a jó tojás, amit szétveszünk. Igen. Csak a sárga kerül bele. Hoppá. Ez hát most ezeket más, mondjuk a kicsit. Én nem tudtam különben, hogy én azt gondoltam, hogy a tisztított pacal az szinte ugyanolyan. De ne, hát azt gondolom, nem, hogy olyan, nem, ízre az egy, összes nem, abszolút, nem. Így van. Kaja, hogy nem mindegy, hogy nem, az ember milyen alapanyagokból főzi meg ezt is. Nem mindegy. Ez jó vastag habarás, látom. Igen. Ez kell ahhoz, hogy tojássárgát szétválasztottuk egy nagyon kicsi vízzel ahhoz, hogy ne legyen csomós, mert az is lényeges, igen, a hideg víz a tojássárgát szétválasztom, hanem akkor összekapja, lesz egy kicsit már a tejfölöz. Hát ezek is ilyen titkok. Igen, ilyen konyhai titkok. Meg az is, hogy azért kell belemerni, hogy ne igen, egy kicsit, igen, össze, igen, ugye? Igen. Igen, mert ha nem, akkor összecsomósodik az egész ökleri. Így beleöntsük. Hát már abszolút pacalleves. Igen, és felöntsük erőlevessel. Így, az egészet. Ez csak csontokból főtt? Igen, tehát igen. Tehát nincs benne nincs, zöldség. Nincs. A dísztelt murkon kívül semmi egyéb nincsen ebben.
és beleteszünk egy kis csipős. Ha gondolja, Patika, én szívesen bármi. Köszönöm szépen, kis csipős. Szívesen odaadok. Köszönöm szépen. Kuktáskodom. Ezeket már ízlés szerint lehet igen, adagolni. Igen. Jön bele a tejfölös fokhagyma. Igen. Igen, már ha nem, akkor nagyon csúnyán kicsapódik, és olyan csúnya zöld lesz a levesben. Nem mindegy, hogy... Nem mindegy, hogy hogy néz ki, az biztos. Persze, természetesen. Jó. Így, természetesen, mikor egy kis fővés... Ez az ecet? Igen, ecetet is csak úgy töltsük, hogy a meregetőbe egy kis levesbe, egy pillanat csak éppen, hogy forjon, nem szabad félni, mert... Mármint úgy értem, hogy azért, az ecettől én azért félek így beletölteni ezekbe a habarásos ételekbe, hogy nehogy összefusson. Nem. Nem fut össze? Nem, mindig a levesmerünk a meregetőbe, és úgy töltsük bele, akkor nem fog kapja össze a levest. Mert, tehát bármilyen levesbe, hogyha abarást csinálunk, nem szabad az egészet így egybe beleönteni, akkor abba a helybe kicsapódik. Tehát mindegy, hogy milyen leves most már. Ez összefor, és mindjárt kész is van a pucolleves. Azt is teszünk ízlés szerint, mert ez nagyon az erős pista. Tehát tettem, igen, aztán az tálaláshoz a díszítésre, tetejére kerül az. Értem, aztán is kell úgyhogy, ne. Hát gyönyörű sárga színe lett ez a muroktól. Igen. És nagyon tartalmas, tehát hogyha valaki megeszik egy ilyen leves, lehet, hogy már nem kell neki a aztán mi, hány, az annyi szokás, persze, természetesen. Nem mindenütt tesznek sárgarépát bele, mert nem ízlés szerint teszik. Uh-huh. Ezzel sokat éppen annyira összefő, hogy a tejfő persze egy kicsit főjön össze vele, hogy ne. A habarásba liszt került? Azt nem is figyeltem. Nem. Egy csapott kanállal. Egy nagyon kevés. Igen, egy csapott kanállal, évő kanállal. Uh-huh. Ennyi került liszt bele csak. Elkészültünk a pecallevessel. Kitálaljuk. Gyönyörű színe van. És petrezselyemmel megbolondítsuk, és jó étvágyat kívánok. Készítettük a főétel hozzávalóit. Nyers burgonyából csipszpigyókát készítünk, főtt sertés bordából megpirítsuk ropogósra. Ez meg van főve. Igen, meg mennyi főtt. Mennyi ideig főtt, miben főtt? Fél óra és fűszeres vízbe természetesen ízlés szerint. Babillevéltől, borsótól elkezdve Fokhagyma, mindenféle lehet benne, fűszer, ízlés szerint. Fél órát főzünk ezeket van. A bordákat. Igen, mert sertés is hamarabb megkészül, és a csirkeszárny az is befűszerezve, az is meg van főve szintén, és megpirítsuk. Ez milyen fűszer? Ez húsfűszer. Húsfűszer, igen, és ez igen, nem fog rá pirulni? Nem, de szép piros lesz tőle, hát piros lesz, kap egy szép pirosságot. Jó, már a hatányérkák is előkészültek. És látom, hogy tálalnak mellé szószokat. Van fokhagymaszósz, van és tormaszószunk jár hozzá tálalba. Ezt hogy készítik a szószokat? És ha nem titok. A fokhagymaszószt, azt a tormát természetesen az ott reszel és lereszelődik, és ahhoz is tejföl jár. A fokhagymához is tejföles fokhagymaszósz lesz. Azt mondja el nekünk, Katika, mielőtt még elkezdenénk sütögetni, hogy hogy lett szakács? Hát én ezt az iskolát végeztem, szeretni is kell, nagyon szeretni kell ezt a szakmát. Dolgoztam régi rendszerben, mondjuk így, mert azért nem mindegy volt, ugye akkor volt egy alapételek, és most pedig a gasztronómia hatalmasan nagyon ki van, és az embereknek igények mindenféle nagyon sokat változott, és ahhoz kell alakuljon az ember. Tehát úgy, sokat tanult, igen, természetesen tapasztalatom az nagyon sok van, nagyon sokat szereztem, úgyhogy... És itt Szeredában? Igen, itt Szeredában, Szeredában. Tehát akkor még a régi vendéglősöket van, a nagy ismeri. Régi flóra vendéglő, régi bulevár vendéglő, és így tovább. Ahhoz, hogy idáig az ember eljusson ennyi évesen, úgyhogy azért tapasztalat kellett.
És mi a különbség? Tehát azon kívül, hogy akkor szegényesebb konyha volt, igen, most meg igen, sokkal, igen, igen. Ugye hát a világkonyhát meg kell ismerni, a vendégkör az gondolom igényesebb. Az emberek igényei után persze természetesen kellett alakuljon az ember is. És mi a kedvenc étele? Mit főz, vagy mit eszik szívesen? Nem ismer, mit főz, mit eszik szívesen, Katika? Hát, őszinte legyek, a pacolás. Tényleg? Igen, igen. Akkor az akkor egy specialitásom. Így van. Így van, természetesen. Jól van. Akkor meg is üthetjük ezeket. Jó. Ezt megeszi, hát mondjuk, aki éhes, az biztos megeszi. Férfiak, az biztos, hogy egy kis paprikával meg bolondítsuk a tetejét. Az ő mégis csak. Jó étvágyat kívánok! És akkor az elején említett papánás hozzávalóiról fogunk beszélgetni. A papánás különben valószínűleg román étel. Beszélgettünk igen. már, hogy a, valószínűleg akkor a pacalleves is, ugye? Tehát igen. nem az a székely eredete, konyha, igen, igen, hanem igen, a román konyhából került a székely konyhába. Igen. És hogy van még egy neves, ami... Röde utca. A az Röde is utca. Ugyanaz a változata, csak éppen csirke csikokkal van. Csirke, és nem csirke, már csikokkal. Tehát végül annyira finom az változat. Alapleve, igen, hogy igen, azt el lehet készíteni. Igen. És akkor hogy készül ez a papánás? Papánás alapanyaga tehintúró kell hozzá. Egy adaghoz 15 deka kell, egy tojás, 15 deka liszt kell, tejfüles, vaníliacukros szósz kell hozzá, áfonya dzsem kell hozzá, egy pici só kell, egy kicsi bikarbonát és ennyi. Szódapor. Igen, szóda, hát szódapor, bikarbonál. Jó, igen. Jó. És akkor hogy kavarjuk össze, hogy kezdi el mondjuk otthon egy háziasszony, hogyha papánást akar készíteni? Igen, természetesen kezdjük a tehintúróval. Itt két adag van. Két tojást teszünk bele egészen. Igen. Egy csipet sót. Meg kell egy kis vaníliacukrot. Hát igen, annyira két kanállal. Hogy... Igen, azért kellett. És egy csapott kanál szódabikarbonát. Ezt fogjam majd felnevelni. Így van. Mert ez lényegében ilyen fánkszerűség. Igen, ugye? Igen. Kapunk annyi, egy fánk alokmasszát. Igen, uh-huh, igen. Készül. Jelent valamit az, hogy papánás különben? Vagy nem jelent semmi, csak a neve? Nem, hát ilyen funk. Funkocska? Funk. Igen, inkább. Azt lehet mondani. És az áfonyan csemen kívül az lehet mással készíteni? Tehát bár, hát, vagy nem igaz? Az igaz íze az áfonyan csemen. Igen, igen. Lehet mással, igen, igen, az áfonyan csemmel. Hát ez most ideális, mert tele van a piac. Igen, igen. Ez természetesen nekünk házi. Uh-huh. Azt mi csináltuk. Cukorral, ugye? Tehát igen, igen, rendes. Igen. Kompótként. Igen. És beletesszük a 40 deka lisztet a kettő adaghoz. Uh-huh. És funk, egész jó kemény masszát kapunk belőle. És kiformáljuk természetesen mindegy fánkot. És a közepét meglyukasszuk, hogy jobban átsüljön. És oda be kell forgatni, vagy a végén kell? Azt a végén a díszítés, a tálalásnál tesszük a... A zsenecskét. Igen.
Itt közben én tegyem ebbe a vaníliacukrokat? Igen, meg kérem szépen. Ezt az összeset? Azt, igen, mind a négyet. Igen. Ahhoz kocsikak csinálunk. Finom vaníliás ízkonyhában. És... látszik a tésztában a tehéntúró. Igen, de az a jó benne. És akkor ez is majd rákerül, ugye? Tehát ez szósz lesz. Igen, hozzá. Igen, igen. Az lesz az öntet. Az lesz az öntet hozzá. Vanília. Tehát ezt tehéntúros gombócokra is szokták. Igen. Vagy... ki, ahogy szereti. Ez csak ugyan finom. Lisztes kézzel, már ha nem, akkor ugye a tehén túrótól nagyon rogad, és nem lesz. Csinálunk egy kis lyukat neki. Úgy néz ki, mint az amerikai fánk, csak annyi, hogy tapanás. Igen, és tehén túróból van, és azok nem tehén túrósok ennyi. Tehát szégyen, nem szégyen, én még ilyet nem ettem, hogy őszinte legyen. Papanás például nem, vagy nem találkoztam vele. És akkor ez forró olajban, igen, kisütjük, addig, igen, amíg megpirul, igen, ugye? Addig kell, igen, sütni. Nézőink, a Royal vendéglő éttermében beszélgetünk Izsák Melinda tulajdonossal. Az lenne az első kérdésem, hogy hogy kezdtél el vendéglátással foglalkozni, mert mikor a Royalról beszélsz, akkor ragyog a szemed. Hát én 2003-ban fogtam neki a vendéglátásnak, és azt bevallom, hogy nem szakmám, nem értettem hozzá, viszont láttam benne fantáziát, érdekelt, és nagyon szeretem. Miben a szeretni való? Hát különleges, mert mindig lehet új dolgokat bevinni, új recepteket, új ízeket, különleges a vendégkör, lehet fejlődni benne újak, a díszítéstől elkezdve a rendezvény szervezésig, és mindig van újabb kihívás. Lehet előrelépni. Amikor nekifogtam visszatérve 2003-ra, én nem értettem hozzá. Úgy hozta a sors, hogy át kellett vennem a vendéglőt, és teljesen zéróból indulva fejlesztettem magam. Érdekelt, tetszett, és én úgy gondolom, hogy ez alatt a 10 év alatt nagyon sokat léptünk előre. És még mindig nem bántad meg? Hogy akkor belevágjál ebbe az üzletbe? Ne, nem bántam meg, nem. Habárba már nem az a vendéglátás, mint volt ezelőtt. A gazdasági helyzet befolyásolja, hogy az embereknek már kevés pénzük van, nem tudják maguknak úgy megengedni vendéglőbe járni. Viszont még mindig van benne szépség, még mindig van benne új, és próbálkozunk mindennapokkal megküzdeni és újat nyújtani a vendégkörnek. Mi a Royal vendéglő specialitása? Ugye látták a nézők, hogy pacallevest főztünk, és nem akármilyen pacalleves, tehát ez megadtátok a módját. De mire törekedtek? Hát igyekszünk a magyar konyha, erdélyi konyha és a román konyha ízeit bevinni a menüsorba, és hogy mindenki megtalálja magának azt, amire vágyik, amit szeretne, mivel hogy vegyes közösségben élünk, hát fontosnak tartom azt, és azt is, hogy a különböző konyha ízeit nagyon-nagyon jól össze lehet hozni az étlapon, olyanképpen, hogy
a magyar konyhának megvannak a sajátossága, az erdélyi konyhának is, és hogy a román konyha ugyanúgy jelen legyen, mindenféle vendégnek az igényét ki tudjuk elégíteni. Tapasztalatom az, hogy nagyon szeretik a pacallevest külföldi vendégek, úgy talán minden csoport kéri a pacallevest, amikor ide jönnek. Akkor ez az egyik specialitás. Ez az egyik specialitás, azon kívül a jótúrós, tejfeles, puliszka, borjúpörköltel, az is egy nagyon finom dolog, amit készítünk. Különböző húsokból, halféleségek és megfelelő borokat tudunk ajánlni hozzá minden étkezéshez. A pincéreinket is próbáljuk úgy felkészíteni, hogy tudják megfelelőt ajánlni a vendégnek. Most milyen a jelenlegi helyzet? Tehát 2003-hoz képest mondtad, hogy nagyon sokat változott a vendéglátás 10 év alatt, pedig ez nem olyan nagyon hosszú idő. Igen. Miben látod a változást? Hát a változást én abban látom, hogy kevesebb pénzből kell megéljenek az emberek, kevesebb pénzt tudnak áldozni, és úgy minőségben éppen nem tudunk előrelépni annyira, hogy igényes vendégeink kevesebb van. Kevesebben vannak. Nem tudják megengedni maguknak. Nem tudják maguknak megengedni. És még mi a nehéz a vendéglátásban? Tehát, hogy a szakembereket könnyen találtok, hogyha arról van szó, hogy mondjuk továbbképezni szeretnétek a pincéreket, a szakácsokat. Van, akihez forduljatok segítségért? Ez egy nehézség. Bukarestben nagyon jó szakképesítések vannak, és itt a környéken hát nem találtam. Érdeklődtem sokfele, viszont a szakemberképzés az hiányosságot szenved itt. Tehát a régióban jó lenne, hogyha lenne egy szakemberképzés, és nem kellene elutazni mondjuk távolabbi helyekre, hogy legyen. Ez nehézséget okoz, hogy a személyzetet elutaztasz, elszállásolt, és a képzést is kifizetni. Tehát nagyon jó volna, hogyha ezen gondolkodnának Az illetékesek, hogyha lehetne a régióba fejleszteni. Ez sokat segítene. És lendítené valószínűleg a turizmus meg minden. Biztos. Biztos, hogy igen. Erre szükségünk volna. Hát én sok sikert kívánok a további munkájukhoz. Nagyon sok vendéget kívánok önöknek. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy meg is lesz az elkövetkezendőkben is. És köszönjük, hogy vendégül láttak. Köszönöm szépen én is. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket a pacalleves és a papanás, illetve hát a főételről se feledkezzünk meg. És kérem, tartsanak velem jövő héten is. A Székely Konyha magazint látták. Minden jót. Viszontlátásra.